Egymás után érkeznek a vendégek a Mindenki karácsonyára, akiket már a református templom bejáratánál ajándékokkal vártak a szervezők. Beigli szaloncukor, mézes kalács és gyertya került a meglepetés csomagba. A padok zsúfolásig megteltek, a résztvevőket elsőként Wagner Tamás református lelkész köszöntött. Azt gondolom, hogy a karácsony tényleg mindenki. És nem csak az ünnep miatt, nem csak az ünneplés miatt, hanem azért, mert karácsonykor Jézus Krisztus mindenkiért megszületett erre a világra. És hogyha felidézzük, hogy kikhez jött el és hogyan született meg, akkor emlékszünk rá, hogy a kivetettekhez, az elesettekhez, a kicsikhez jött. Nem volt számára hely, egy istállóban látta meg a napvilágot, így emberként. A város nevében Radnóti Ákos alpolgármester és az idősügyi tanács alelnöke mondta el ünnepi jó kívánságait, és röviden összefoglalta az idei év legfontosabb momentumait. Ebben az évben kulcsfontosságú volt, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált rendeztünk. Önök is nagyon sokan részt vettek ebben, valaki önkéntesként, valaki nézőként, valakinek az unokája vett részt a sportrendezvényen. Fantasztikus, hogy rendezvény volt, több ezer külföldi, belföldi turista, sportoló, látogató volt itt városunkban. Köszönöm a türelmüket önöknek, hiszen ez a sportrendezvény nagyon sok fejlesztéssel járt, nagyon sok türelmetlenkedéssel is, hiszen számtalan sportlétesítmény készült el, utak újultak, meg zöld területek fejlődtek. Ezért jár önöknek a köszönet, de azt gondolom, hogy megérte. 2017-ben a Győr környéki beruházások összege elérte a 100 milliárd forintot, emelte ki az alpolgármester, és hozzátette, a fejlesztések tovább folytatódnak. Az idősügyi tanács a szépkorúak programjaira és az aktív időtöltésére is odafigyel. Találkozhattunk múlt héten is egy arénabeli koncerten, illetve előtte pár hete is egy adventi koncerten a Richter teremben, ahol szintén vendégül láthattuk önöket. De vannak egyéb megszokott rendezvényeink, a tavaszi, őszi egészségnapok mindegyik városrészben, kiegészítve sportrendezvényekkel, ezeket a rendezvényeket is folytatni fogjuk. És Győr pályázik az Európa Kulturális Főváros projektre. Ebben is köszönöm, hogy önök is részt vettek, hiszen ellátogattunk az idős otthonokba, kikértük az önök véleményét. Nagyon fontos az önök véleménye, ezt mind-mind beépítettük ebbe a pályázatba. Idén a Mindenki karácsonyán közel 400-an vettek részt. A meghívottak a meglepetés csomag mellé hangulatos karácsonyi műsort is kaptak ajándékba.